Sarló István, könnyű volt megtanulni a héber nyelvet? Hát mivel 6 évet éltem az országban, így annyira nem, az a nyelvterületen könnyebb megtanulni nyilvánvalóan. Jól ismerve mind a két ország futballját, mit lehet elmondani a mai mérkőzésről? Hát azt gondolom, hogy hasonló típusú két csapatról beszélhetünk, mind a két országban technikás, passzolós foci dívik, és azt láthattuk az izraeliektől is. Azt gondolom, az első félidőben a magyar válogatott volt jobb, a második félidőben az izraeliek feljöttek, sok csere miatt egy picit átalakult a játék, de hát ez a barátságos meccseknek a hátránya. Egy izraeli menedzserrel néztem végig a mérkőzést, ő nem nagyon volt elégedett a saját csapata játékával. Igen, Csala, én is az elnökkel beszéltem fél időben, ő is azt mondta, hogy az első fél idő az nem tetszik neki, de az, hogy egy ilyen a barátságos meccs. Nyilván a sok csere miatt, úgy érzem, a másik félidőben az izraelek feljavultak, és akkor egy sokkal jobb mérkőzést láthattam meg. Hát ha ők nem voltak elégedettek, akkor mi még kevésbé lehetünk azok. Hát én azt gondolom, a barátságos mérkőzésnek mindig megvan a célja. Itt az volt a cél, hogy lásson Egervári Sándor pár olyan variációt, amit látni akar a selejtezők előtt. Én szerintem ezeket ő meg tudta nézni, és ebből a mérkőzésből ki tudta venni azokat a hasznos dolgokat, ami majd reményeink szerint sikerre vezeti a válogatottat. Mindkét csapat szeretne ott lenni a 2014-es világbajnokságban. Hát az izraeleknek épp mondtam az elnöknek, hogy sajnos nem sok sanszot látok, mert gyakorlatilag az oroszok és a portugálokkal vannak egy csoportban.